Sziasztok! Október végén volt a határidő, ameddig Attila konkurenciát keresett, és jelzem már is talált még az erős konkurenciát magának. A kézre fel videók szempontjából rajtatok volt a sor. Jött egy csomó pályamunka, ugye elég komoly nyereményt dobtunk erre be. Úgyhogy most van az az időszak, amikor a beérkezett privát kézre fel videók értékelése zajlik, és ugye külön nyereménye lesz majd annak, aki a közönségszavazás győztese. Úgyhogy itt vagyunk, mondhatjuk a közönségszavazás kellős közepén, és arra gondoltuk, hogy egy picit átnézzük, hogy nekünk milyen típusú munkák jöttek be, ti milyen irányba indultatok el, Úgyhogy bíztatnánk titeket arra, hogy szavazzatok, és nagy izgalommal megmutatjuk, hogy nagyjából milyen típusú kézre videók jöttek be október végéig. Igen, az elején egy picit izgultam, egyébként megmondom őszintén, mert tudva, hogy mennyi munkával jár egy ilyen rövid kis videónak az összeállítása, nagyon féltem attól, hogy vajon lesz-e egyáltalán videó, amiben jön, milyen videó fognak érkezni. És aztán egy iszonyú pozitív, jóérzésű sokért, hogy ennyi videó érkezett. És hogy ennyire jók érkeztek. Mm. Tehát nagyon sok videónál fölírtam magamnak dolgokat, amiket nekem is be kellene építenem a, a saját videómba. Úgyhogy előre is köszönöm mindenkinek, aki ezzel támogatta az én munkámat is, és inspirálta arra, hogy még jobb kézrefel videókat készítsünk. És ugyanakkor pedig mondom, döbbenet, hogy mennyire sok munkát beleraktatok azok, akik beküldték ezek az anyagok, ezeket az mm. anyagokat. Úgyhogy most pont ott vagyok, hogy azon gondolkodom, hogy valahogy átírjuk a játékszabályzatot, a kiírást és esetleg több ajándékot kiosszunk, mert valahogy azért mindenképpen azt gondolom, hogy ezt a sok munkát, amivel ezek készültek, ezt érdemes lenne elismerni, és, és igyekszünk is, hogy mindenkinek valahogy megköszönjük azt, hogy beküldték bármi, annyira sok videó is érkezett. Úgyhogy én azt mondom, hogy ugye most már áttekintettük egy kicsit igen. a videókat, megnéztük, és azt beszéltük meg, hogy a mai ebbe a kis videónkban egy picit mutassuk be, név nélkül vagy névvel, de egy részleteket a videóból azért, hogy ti is lássátok, ne csak azt az ötöt, ami a Facebook oldalonkon a közönségdíjat mm -hmm. megnyerheti, hanem egy kicsit azon túl is kitágítsuk ezt a betekintést, és, és, lássátok, hogy mennyire jó és érdekes videók jöttek. Jó, ja, akkor most kitágítjuk a betekintést, <laughs> ez remek, remek bevezetés. Uh, nyilván mindenki rengeteg videót fogyaszt, és ti is tudjátok, én is tévézem, pontosan tudom, hogy a, az első 20 másodperc az, az dönt. Tehát, hogyha az nem elég ütős, hanem Hívja föl valamivel a figyelmét magára a videó készítője, akkor simán beletekelsz, vagy ugrasz a következőre. Nekem például nagyon fontos szempont volt, hogy ki hogyan indított. És ebből a szempontból gondoltam, hogy egy párat megmutatok nektek, vagy így átbeszélünk Attinával. Például nem tudom hány hölgy vagy lány küldött a videót, de név nélkül Andi. Kettő vagy három. Név nélkül Andi nem az első 20 másodpercre, az első két másodpercre engem megnyert magának azzal, hogy ilyen, nem tudom más, hogy mondani, ilyen cuki módon belibbent a képbe. És tulajdonképpen teljesen oda nem illő módon, mert egy órás videónál ugye arra vagyunk kalibrálva, hogy valaki ül egy füstös szobában, szép fényekkel, és ő meg így beugrik a természetbe, ilyen csajosan, lányosan, nézd csak... Sziasztok! ez itt a kézre falandival. Engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a kedvenc egy és hát azt, hogy egy lábra megérkezik. Én, Andi, azt szeretném látni, hogy a másik három videó, amikor elpereceltél, és az avarból kellett téged összeszedni, és pucoltad le magad, az milyen jó lehetett. Szóval Andi egy lábos beugrása, és ennek a fiatal Lánynak vagy ifjú hölgynek a, a retro modellje, ami majd hozzá tartozik. tök nagy kontrasztban volt ráadásul. Tehát nekem ez például ezért, ezért tökre bejött. Igen, azt gondolom, hogy akkor most már felfedezhetétek, hogy András fog két-három-négy videót megmutatni, ami inkább a vicces oldala volt, és a jó értelemben jó pofa oldala, én meg majd azokat a videókat, amik nekem egy kicsit szakmai szemmel tetszettek jobban. Jó, de a kettő nem üti egymást. Nem, ne, Tehát azt mondom, a kettő mixe az igaz? Engem fogjon meg a videó az elején, Igen. és aztán nyilván legyen tisztességgel bemutatva az óra, mert az csak egy kézre fel videó. Na, mi a következő? Ö, a következő az... Ö, például van, van egy, olyan videónk, amikor az elején egy ilyen, nem is tudom, hogy azt hiszem, hogy Volki Talk-nak hívtuk ezt, nekem pont egy ilyen nem volt, amit mindjárt láttok majd ebben a videóban, tehát valószínűleg akkor abban a rendszerben ez volt attól Volki Tolkien, nem lehetett más típust kapni, és azt láttad, hogy egy órás videóban valami tévedés van, és ezt, ezt a, ez ugye a morze gomb, és ennek a vokodókinak az alján itt volt a morze táblázat. Tehát nézzük, itt van a pöttyök vonalak hosszú-rövid. És Seiko kapitány hívására várunk, aki végül a biztos életben nem fog nekünk válaszolni. Majd elkezdődik a videó azzal, hogy Szájkó kapitány nincs, de a jelentést megtesszük az óráról. Igen, szerintem egy nagyon jó ötlet volt, és velem soka sokszor viccelődnek ezzel, hogy Szájkó kapitány jelentkezik. Egyébként is azért a Bart Spencer Terence filmeket én mindig nagyon szerettem, és a kincsem nincs, az egy öreg darab. Úgyhogy ez sok oldalról lőtt nekem, úgyhogy örülök, hogy neked is tetszett, de van, imádom, hogyha valaki ennyire kreatív és ilyen jópofa dolgokat tesz. János videója lesz a következő, aminek az eleje meglepet. Na most ez, ez egy kétélű fegyver, amivel Borbély János próbálkozott, mert nem tudtam, hogy ezt most komolyan gondolja János, vagy, vagy Poénra veszi, és mire kiderült, hogy Poén, már majdnem azt hittem, hogy komoly. Nézd meg a nyitást. It's two it's three előtted jogi, van ez a. Jogi ne kapcsolt ki, ezt én sem gondoltam komolyan. Na, ez a de... mázi, hogy ezt még időben elmondtad, János, hogy nem gondoltad komolyan, mert ennyire voltam tőle, hogy lezárom az egészet, hogy erre a kis pilincka zenére, meg a kis bezumos videókra, de amint János megjelent a saját kanapéján, és közölte, hogy ez csak egy vicc volt, már nagyon kíváncsi voltam, hogy miért ez, amikor komolyan veszi saját magát. De szerintem ez pont a karácsonyi szezonban, ez, ez még pont belefér. Tehát, az, az, az a le... is jópofa jó pofa volt, annyira erős volt, hogy tehát van, arra, amikor, hogy, tudtad, hogy valaminek jönnie kell, mert az, ez, komoly nem lehet. Az a baj, János, hogy ez, tehát azért, azért, érvágás egy ilyen első öt másodperc, mert az a baj, most ezt fogom énekelni. Tehát, tehát az arra, az a time, rá. meg fogok magamtól őrülni, János, ez a te hibád. De nagyon vicces kezdés volt. Jó, és uh, még egyet mutatok, jó? Okay. Az nem poén, hanem feeling videó. Itt van Antal, egy gyönyörűen szana szétvart srác, aki a legkülönbözőbb élethelyzetekben, a préling kutyasétáltatás közben az autóban nagyon-nagyon feelinges van az zenére. Miért is választottam ezt a modellát? És tudod, az van, hogy Antalt ezáltal a kétszer-három másodperc alapján olyan, mint egy picit elkezdeném érezni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak az órához viszonyulok, hanem rögtön Antalhoz is azáltal, hogy látom, hogy milyen zene jön be, neki, látom, hogy hogy vezeti az autóját, hogy sétáltatja a kutyát, lesz egy képem Antalról, és már más az, hogy nézem a videót, már kicsit rá is kíváncsi vagyok, nem csak az órájára. Tehát ez a pici suhanó zene, ez a három snit, nekem őt is rögtön érdekesítette. Ez azért jött be. Teljesen egyetértek veled, és ez egy picit már ki is lépett a kézrefelel stúdiónak a világából, mert ez, amit te mondasz, hogy, hogy hozzáteszi a saját életét, és ezt a plusz érzést, ami, ami, ami csak pluszt adhat az egész videóhoz. Ez, egy, ez is egy nagyon jó ötlet, hogy térbe helyezi az órát, a modellt és őt magát is. Lehet, hogy egyébként nekem is majd alkalmattán egy-egy órával ki kellene lépni az irodából és a stúdióból, és olyan környezetbe menni. Ami már régóta föl van írva, és nagyon előttünk van az majd az, hogy a következő koktélmodellekkel egy tényleg egy koktélbárba menjünk, és ott próbálgassuk ki az adott Idő, koktélhez tartozó koktélokat. Hát hamarosan jön a szilveszter, ki tudja, hogy mit hoz. De jó. egyébként azért jó, hogy ezzel fejezted be, mert én is, amivel én el szeretném kezdeni, az pedig Balázsnak a videója, amiben most nem is lőném le a poént, uh -huh. hogy melyik óráról és mit mutatott be, hanem részben azért tetszett nekem, mert ő is a Műszaki egyetemre járta, hogy én, viszont ahogy te is mondtad, ő is kilépett a, a szobából, és látszik rajta, hogy nagyon sok munkát beletett a videóba azzal, hogy jeleneteket vett fel. Várjál, neki volt operatőre. Hát, hát én, ugye ez egy minimum két főstáb, aki akivel jó, de Ez ugyanígy volt igaz Andira is, aki valaki fölvette, amikor beugrott a kamera elé. Hát jó, az az azt még meg lehet csinálni egy állványról. De nekem tetszik minden esetre az, hogy ugyanígy ezt a munkát is hozzátette ehhez a videóhoz, hogy színesebb legyen és érdekesebb legyen. Amellett pedig az, hogy ilyen fiatal srácként műszaki beállítottságukként érdeklődik az óráink felé, az meg alapvetően egyébként a seiko jellemző is. És egyébként tehát ugye szerintem ez jó, jó kockás, kockás számlap, tehát szinte sugalja a, a, a műszaki érdeklődést, az ember rögtön szem... írná be a számokat, meg a, e... a geometriai alakzatokat. Igen. Akkor. A következő az pedig szintén nekem azért tetszett, mert egy olyan munkát beletett a, a videókészítésre, amit nem is vártunk el, de ő a kézrefelnek a, készített egy logót, ezt meganimálta, és az egyébként több videónál is felmerült nagyon szép vágásokhoz betett még egy ilyen plusz elemet is a videóba. Tehát megint csak azt akartam ezzel kiemelni, hogy simán le lehetett volna tenni egy telefont vagy egy kamerát hmm. szembe veled, és felveszel egy videót de az, hogy időt és energiát szánt arra, hogy logót készítsen, meganimálja, ezt még rátegye a videóra, ez, ez csak hálás köszönet, hogy ennyi időt és energiát beletett. Vagy hát, mi, mi eladó, a, eladó az animált logó, mert <laughs> tudnék rá egy vevőt. És ugyanezt mondhatom egyébként Péternek a videójáról, ahol pedig azt találtam nagyon jó ötletnek, hogy neki volt egy filmcsatos szép gyorsan órája. És vette a fáradtságot, hogy még a fémcsatos mellé három másik szívariációval is megmutassa, hogy hogy áll a kézen. Tehát nem csak azt látjuk, hogy a, a fémcsat mennyire mutat jól uh -huh. az ő csuklóján, hanem leszerelte, fölszerelt egy szilikon leszerelte, fölszerelt egy NATO leszerelt, fölszerelt egy bőrsziat, és elmondta azt a véleményet is, hogy bizony ehhez a a Save the ocean modellhez, szerinte egyáltalán nem passzol a bőrszi, de megmutatta nekünk. Uh -huh. Tehát ez is azt gondolom, hogy nem két perces munka lehetett, hogy ezt így elkészítse. Ő magában az ötlet is egy jó pofa dolog, és érdekes, hogy egy adott modellnek több variációját megmutassa. Ez ugye az én oldalamról egy picit azért kérdéses, mert mi mindig a gyári kiadást szoktuk bemutatni, és nem az alternatív egyéb lehetőségeket, de mint egy ilyen saját órán bemutató videóban nagyon jól belepasszol. Ja, én nekem a szakmai érdeklődésem abba az irányba visz Péter kapcsán, hogy hogy lehet rávenni egy macskát arra, hogy fölvegyen egy órát? így kedvéért, úgyhogy... Uh, Péter, hogyha nézel minket, akkor egyszer és Andrásnak a komment szekcióba írd meg ezt a titkot, és akkor legközelebb, hát ha András is készít egy videót, és ott lesz, a, ott lesz egy kis tica benne. Na, úgyhogy tényleg nagyon klassz volt látni, hogy hány különböző megközelítéssel ültetek le egyáltalán videót forgatni, meg főleg kitalálni, úgyhogy november uh, végéig megy a szavazás. November 22-ig szavazhatók a, a, a Butiknak a Facebook oldalán feltöltött videók alatt, a videóra lájkolva, hogy nektek melyik tetszik a legjobban. Azok, akik bekerültek ebbe az ötös kiválasztásba, ugye ők már mind automatikusan nyertek egy prospex táskát, és az, aki az öt videók közül a legtöbb lájkot fogja kapni, ő pedig szintén ugyanúgy egy Seiko sportórát választhat a mostani kollekcióból, mint hogy az a videó, akit mi, mint a Seiko Magyarország dolgozó uh -huh. munkatársai kiválasztottunk, hogy szerintünk melyik volt a legjobb. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy jól sikerült kezdeményezés volt, és hogyha a videónak a látjaival jelzitek felénk, hogy nektek is ez így tetszett, akkor időszakonként ezt meg fogjuk ismételni. Azt nem ígérem, hogy havonta, de talán fél évente, évente Siven. szerintem belefér az, hogy ti is elkészítsétek a kézre fel videókat, és induljatok hasonlóan értékes nyereményekért. És hát, ilyenkor szokott az lenni, hogy az első elkészült videók, azok uh, egy az hírét viszik ennek, meg, meg fölbátorítanak mindenkit. Egy picit is hezitált, hogy leüljek, ne és akkor azt látod, hogy azt is, ezt én is meg tudom csinálni, és legközelebb megcsinálod. Hozunk illusz, még nálam jóval illusztrisabb zsűrit, jó? Mi lenne, a berántanánk erre valami ismert fazont, aki a végén zsűrizik, és akkor úgy még, még egyen jobb lenne. Gondolkodunk rajta. Most ja. egyelőre az a feladatunk, hogy ezek közül győztest válasszunk, úgyhogy nézzétek meg ti is a videókat, lájkoljátok a videó alatt, megtaláljátok a közvetlen hmm. linket, ahol ezeket a videókat ti is meg tudjátok nézni. Várjuk a ti véleményeteket, írjátok meg, és a legközelebb pedig, hogyha követitek a csatornát, akkor fogtuk értesülni is arról, hogy mikor indítunk újra egy ilyen játékot. Köszönöm mindenkinek, aki készített jó videót, gratulálok, mert nagyon jó videók készültek, és hogyha pedig ez a videónk tetszett, akkor akkor egy lájkkal legyetek szívesek jelentkezni, ha véletlenül nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok föl a csatornánkra, kis haranggal pedig szokás szerint a YouTube-nak szóljatok, hogy a következő videóról is szeretnétek értesítést kapni. Sziasztok!